Az első pillanattól kezdve az volt a célom, hogy a VTCC-be kössek ki valamikor. Soha nem volt olyan pont, amikor azt mondtam volna, hogy most elég volt szerencsére. Hogyha nagyon őszinte vagyok, akkor nem hittem mindig benne, hogy ideig el tudok jutni, mert egy buborék, ha úgy veszük, ez a magyar bajnokság, és innen kitörni, az nagyon kevés embernek sikerült eddig, és ugye nekem sem volt nagyon sok infom arról, hogy mennék mondjuk egy külföldi, vagy egy nemzetközi mezőnybe. Háromnapos verseny, pénteken egyetlen egy sessionünk volt, az FP Zero, azon minden rendben volt. Norbi bejön, mi az alap dolgokat megcsináljuk, addig a mérnök kitalálja, hogy mi legyen a beállítás. Alapvető feladatom az, hogy felügyeljem az autónak a villamos változatát, meg amiben tudok, segítsek a mérnöknek. A féktáv végén nem úgy viselkedik néhány kanyarba az autó, ahogy szeretnék. Állítottunk sok mindent, most az utolsó állítás az időszűke miatt egy ilyen kompromisszumos dolog volt, amit kipróbáltunk. Nem meglepetés időben látszik, nem jött be, nyilván ezekből mind tanulunk, lépkedünk szépen. Megkapjuk a papírt, és akkor arra ráállítjuk az autót. Előtte teljes átnézés, folyások, vizek, fékek. Szombati napon volt egy kis technikai problémánk, sajnos. Ismételten folyik a motorolaj olyan helyen, ahol nem kellene. Egy ógyűrűt kellett cserélnünk a hengerfej egyik kivezető olajcsatornájában. Norbira ezt azért nézve volt veszélyes, hiszen az olaj az ilyenkor nagyon forró és nagyon terül. És ha a futóműre vagy fékekre, vagy bármilyen olyan alkatrészre, ami az ő biztonságát veszélyezteti, ráfolyik, vagy rámegy, vagy ráspiccelődik, akkor nagyon csúnya a vége lehetett volna. Szerencsére ez a FP2 utolsó körében történt, amikor már lefele jött és sütötte az autót, ezért különösebb problémát nem okozott, úgyhogy ezt orvosoltuk, és azóta minden rendben van. Én azt érzem, hogy én inkább zsigerből vezetek, mint egyébként fejjel pontosan végigelemezve, hogy most itt pontosan ez a centi, ahol el kell fordulni. Én abszolút azt szeretem, és a Gergővel, a mérnökömmel is úgy próbáljuk meg beállítani az autót, hogy érezzem minden egyes apró mozdulatát, mert igazából van egy ideális ív, de nagyon ritkán az ideális íven haladva éred el a legjobb köridőt, mert nyilván tapadási viszonyok mindenhol mások, és az, hogy egy autó úgy van beállítva, hogy gyakorlatilag tényleg úgy van, hogy a kezednek a meghosszabbítása a két első kerék, meg mondjuk a hátsó kerekek, akkor én abszolút azt érzem a legnagyobb segítségnek. Egyébként azt mondják, hogy a vezetésem az sokkal inkább fenekemmel, a gázpedállal történik, mint egyébként, tehát tényleg sterilen megfékezem, befordulok, kigyorsítok, tehát én iszonyatosan sokat dolgozok benne a vezetőfülkébe, és ezért egyébként lecseszéseket is szoktam kapni, mert a Gergő az általában annak a híve, hogy tényleg az a gyors megoldás, hogyha keveset csúszkál az autó, és tényleg megyünk előre, amilyen gyorsan csak tudunk. A legnagyobb király! Szerintem jelen pillanatban, aki most a Hungaroringen van, az egy sporttörténeti pillanatnak a részese. Most vasárnap már teljes teltház van a cél egyenes tribünjeiben, és még most is kifele arra szólnak az autók, mert beállt az M3-as. Én nem tudom neked ezt elmondani, ez valami leírhatatlan érzés. Abszolút érzem azt, hogy mennyire őszintén szurkolnak nagyon sokan. Az a mennyiség, amennyien megismernek, az utcán is, vagy benzinkúton, vagy akár a rendőrök, például a rendőrökkel volt. Hát többször is olyan sztorium, hogy megállítottak, és megismertek, és csak mondták, hogy sok sikert, és hogy menjek tovább, és vigyázzak magamra. Úgyhogy ebből látom azt, hogy jó irányba haladunk, és remélem, hogy Mielis Norbert továbbra is egy ilyen szerethető figura marad. Én megmondom őszintén, én magam sem gondoltam volna, hogy ennyien és ennyire szeretik. És ezt látni, hogy ennyien szeretik és ennyien szurkolnak neki, drukkolnak, ez egy nagyon jó érzés. Az a legnagyobb baj, hogy én hogyha egyszer oda megyek, például egy csoporthoz, én mindenkinek szeretnék aláírást osztani. És
És most csak úgy érzem, hogy nem, egyszerűen nem tudok napközben mindenkihez oda menni, mindenkivel fényképezkedni, mindenkivel, vagy mindenkinek aláírni ugye a kislapját, mert egyszerűen nincs rá időm. Tehát, hogyha az összes rajongóra, és szerencse, hogy ezt kell mondanom, hogyha az összes rajongóra szánnék 2 másodpercet, akkor se végeznék nap végéig. Szeretném, hogyha a Norbi higgadtan tudna koncentrálni a feladatának, és nem vállalna felesleges kockázatot. Nekem az a lényeg, hogy a lehető legjobb eredményt érjük el, de mindenféleképpen pontot szerezzünk. Most is nagyon nyomás rajtam, mert úgy mindig megtalálom azt az egyensúlyt, hogy pont annyira engedem magamhoz közel az egészet, hogy még nem befolyásolja a pályán való teljesítményemet. Side by side for second, Hungary versus Italy, and it's Hungary advantage. Now he's got in his head the fact that he needs to push and push and push. Menu's not going to give this away. Jelenleg a sorrend az tényleg az, hogy versenyzés, család. Az a magánéletem az ment a levesbe, van egy barátnőm. Vele most elég keveset tudtam találkozni az elmúlt 2 hétben itt a Hungaroring előtt, mert hát én is hajnalán keltem, jöttem fel Pestre, egész nap elfoglalt voltam, és egyébként amikor otthon voltam Pécs, akkor is egész nap a telefonon lógtam. Egy általános iskolába, egy gimnáziumba jártunk. Ennek ellenére soha nem beszéltünk, de elárulta, hogy mivel foglalkozik, és ezért szerintem ez általában minden nőnél az előnyére várhat. Egy fiúnak, hogyha azt mondja, hogy autóversenyző vagyok. Nálam ez annyira nem jött, de lehet, hogy pont ezért jelentettem neki kihívást. A szüleim azok nem rágják a fülemet, hogy abszolút megértette szerintem mindenki körülöttem, hogy nekem most erre kell összpontosítanom. Nyilván azért én sem szeretnék mondjuk 40 éves koromra első gyereket. Meg azt mondják, hogy egy gyerek után mit tudom én hány 10 másodpercet lassul az ember, azt meg szerintem még nem tudom bevállalni. Én úgy érzem, hogy tudom kezelni, bár nagyon nehéz, sokszor nagyon nehéz, de neki nem mutatom. Akármennyire rossz, hogy nem tudunk beszélni, egész nap nem találkozunk. Este ugyanúgy mosolygok rá, megkérdezem tőle, például tegnap nagyon jellemző ez így az elmúlt 1-1.5 évre, hogy megkérdezem tőle, mondta, hogy nagyon nehéz napja volt, hogy szeretne róla beszélni, mondta, hogy nem. Akkor nem kérdezem tovább, hogyha el akarja mondani, akkor majd elmondja, lehet 1 vagy 2 hét múlva. Nagyon szeretem a Johannát, nagyon jól érezzük ő magunkat, amikor együtt vagyunk. Én ezt rajta is ugyanúgy látom, azt is látom, hogy ő abszolút oda van akkor, amikor egyébként látja, hogy én azt csinálom, amit csinálni szeretnék, és ugyanezt látom a szüleimet is. Féltenek, de megértették, hogy nekem ez az álmom, úgyhogy megtanulták szerintem kezelni a félelmüket. Nem tudok egy időmérő edzést végignézni. Ha végig kellene néznem, most az túlzás, hogy esetleg rosszul lennék, mert annyira izgatott lennék, hanem már megvan ez a kialakult szokásom, hogy megnézem, amikor kezdenek, vagy a kamionba megyek be, vagy sétálok, és időnként belesek, hogy mi az eredmény, és a végére szoktam visszajönni. Én ezt például csak így tudom átvészelni, és ha a tévé előtt nézzük, hát otthon, hát akkor még rosszabb. But Norbert Nikolic is going to be on the podium in Hungary in second place.
Anya ilyenkor nagyon boldog, mert teljesült a fiának az az álma, amit szeretett volna elérni, és úgy gondolom, hogy ezt így egy ilyen motorsportban, autósportban nagyon kevés fiúnak teljesül így az álma, tehát én is nagyon boldog vagyok. Emeljük fel a magyar zászlót! Emeljük fel a volt tribünőn! Megpróbáljuk megcsinálni az autót, és utána megpróbálunk a lehető legjobb helyezést elérni ismételve a második futamban. Remélem, hogy sikerül, de már most megérte. A nagybácsim ott környékünkön iszonyatosan híres, úgy hívják, hogy Bajor Zoltán, Lada motorokat tuningol, és egyébként ő épített nekem és unokaöcsémnek, mert nagyon fiatalon egy Simpson motoros, kispolszki váltós, egy ilyen kis autót. Bennem a versenyzési vágy vagy a láz, azt szerintem valahol itt is pattant ki. Rájöttem arra, hogy igazából ahhoz, hogy beüljek egy autóba, az elsősorban pénz kellene, vagy gokardba, és ez ugye meghatározta azt, hogy akkor inkább szüleim is az iskola felé tereltek, és én is tínédzser koromban már hát lassan kezdtem lemondani erről az álomról, mert ugye nem akartam azt, hogy életem végéig kergetek egy álmot, ami gyakorlatilag én úgy éreztem, hogy akkor elérhetetlen, és gyakorlatilag a teljes fiatalságomat elálmodozom. És akkor jöttek a szimulátorok, ugye megkaptam az első számítógépemet, vettem hozzá magamnak egy kormányt, akkor jött az internet időszaka, és onnantól kezdve ugye lehetőségem volt arra, hogy másokkal is kipróbáljam magam. Ez volt a nagyon nagy szerencsém, mert ugye itt ismerkedtem meg a Weber Gabival, aki akkor már ugye versenyzett a Zolinál, és ő mondta a Zolinak, hogy próbáljanak ki, mert ő lát bennem fantáziát. A Mielis Norbival egy tehetségkutató versenyen találtunk egymást, amit az Engő Motorsport hirdetett meg mindenki számára. Ez 2005-ben volt, és tulajdonképpen 2005-ben nyerte meg ezt a tehetségkutató versenyt, figyeltem föl rá, és onnantól kezdve dolgozunk együtt. A Suzuki Speed Cupával kezdődött, azt hiszem egy májusi nap volt, és ugye hát kicsit fura volt, mert ugye a Suzuki Speed Cupa mindenkinek egyforma autója volt, és ugye nekem az volt az első futamon, és tényleg versenyzők ellen versenyeztem, és nem tudom, hogy minek köszönhetően, de ugye mindjárt a második helyezett és időmérőn azt hiszem ilyen közel egy másodpercre volt, és úgy éreztem, hogy ha csak az állóragyna nem hibázok nagyon nagyot, hogy hátrásak a mezőny végére, akkor még akár, hogyha meg is előz egy-két vetétás, megvan a tempó ahhoz, hogy megnyerjem a futamot. Nyilván ezt előre mindig ki lehet gondolni, aztán a végül másképp alakul, de nekem az első hétvégém az pont úgy alakult, ahogy szerettem volna, és őszintén szóval nem tett jót. Tehát egy kicsit elemelkedtem a földtől, és utána jött az Orfű hegyi verseny, Orfűn mindjárt mentem le a szakadékba, és 2007 volt egyébként a leginkább olyan évem, ami tényleg hullámas út volt, mert ha volt egy jó futamom, akkor biztos, hogy utána jött két rossz futam, amikor technikai hiba van, én hibázok, és szerintem nagyon szerencsés vagyok ilyen szempontból, hogy ez engem az elején már ugye utolért, és az elején már megtanultam azt, hogy milyen az, amikor nagyon nem vagyok, milyen az, amikor nem tudom, hogy tudok-e menni esetleg a következő versenyre, mert nem úgy teljesítettem azon a hétvégén. Teljes szimbiózisban élünk, 5-6 éve dolgozunk együtt, és még egy hangos szó nem hangzott el. Szerintem tiszteletbe tartja azt, amit elértünk, és tiszteletbe tartja azt, ahova tartunk, mert pontosan ugyanaz a célja, ami nekünk, a csapatnak. Világbajnokok szeretnénk lenni, és tudja, hogy mindent megteszünk, akár még erőn felül is. Jön a második futam. Tökre nyugodtak vagyunk. Itt van vagy 50 ezer ember mögöttünk. Az első futamon nyomtunk egy második helyet. Én azt gondolom, hogy most Norbi tényleg szívvel lélekkel tud majd úgy versenyezni, hogy nem kell attól félni, hogy esetleg kudarc lesz. Azt gondolom, hogy itt is dobogó esélyesek vagyunk, meglátjuk. Az autón is múlik, szerelőkön, mindenkin, a főnökségen. Ez egy ilyen közös játék. Én úgy gondolom, hogy kezdünk a profizmus felé elmenni, de még mindig egy kis családias csapat feeling van itt nálunk. Hát ő pécsi, mi meg pestiek, tehát viszonylag azért ritkán van alkalom arra, hogy mi együtt legyünk, de a versenyeken és az edzéseken, teszteken, meg hát sokat jár föl ilyen riportokra, egyéb dolgokra, és akkor mindig bejön, és jó a viszonyunk. Feszültség az van, de próbáljuk egy picit így elvicceskedni, de az nem jelenti azt, hogy komolytalan lenne az egész, csak a feszültséget mi így oldjuk egymás között. Izgulunk akkor is, amikor kín van több okból is, ugye a jobb eredmény, meg ne legyen semmi az autóval, de a legizgalmasabb talán az, amikor
amikor időre nagyon gyorsan kell az autót összerakni, ugye például a két futam között, ha nehogy Isten összetörik, vagy bármi más baja van, akkor nincs sok idő szerelni, és ha olyan probléma van, amit alapesetben nem lehet annyi idő alatt megoldani, hát azt is meg kell próbálni, akkor aztán van szaladgálás, talán az a legizgalmasabb. Én akkor vagyok elégedett, és nekem az a legnagyobb elégtétel, mikor sikerüljük beállítani az autót, hogy iszonyatosan élvezetes vezetni, és én azt tapasztaltam, hogy általában akkor is vagyok a leggyorsabb. És nekem már az egy akkora elégtétel, hogy hát majdnem azt mondom, hogy függetlenül attól, hogy mi történik körülöttem, nekem azt kell, hogy én önmagammal bebizonyítsam azt, hogy képes vagyok arra a szintre majd egyszer eljutni, amire szeretnék. Engem nem az eredmény érdekel. Persze örülök neki, hogyha ha az elején végez, és akkor ugyanúgy, mint mindenki, örülök vele, büszke vagyok rá. De én akkor is büszke vagyok rá, hogyha utolsónak ér be. Nekem a lényeg az, hogy épségben, egyben, hogy ne azt lássam, hogy neki megy a falnak, hogy nem száll ki mondjuk az autó, ezt nem tudnám. Most nem előztünk, hanem összetörték Norbit. Annyira csúnyán összetört az autó, hogy az eleje teljesen beorvadt, így elfolyt a hűtővízünk. Most megpróbálnak a fiúk valamit hegeszteni. Az az óriási szerencsék, hogy megállították a futamot a felhőszakadás miatt. Fönt vannak most már az esőgumik, de valójában nem az esőgumi hiányzik most, hanem a kocsinak az eleje konkrétan. Tiszteletkörök lesznek, hogy megmutassuk, hogy lehet fogpiszkálomból is autót építeni. Több esélyünk sajnos ma már nincsen. Hát ha Mielis Norbi világbajnok lesz 3 éven belül, akkor hát ez egy jó kérdés. Nem tudom, hogy mi, hogy
Hát ugye megnyerem egyszer a világbajnokságot, akkor szeretném majd megvédeni a címemet, vagy megnyerni még utána háromszor legalább. Vélis Norbival szerintem szeretném azt hinni, hogy 20 év még biztos, hogy van. Nyilván ez nagyon sok minden mástól is függ, hogy én tudok-e versenyezni. Ugye elsősorban sajnos a piszkos anyagiak határozzák meg manapság, mert elsősorban, hogy ki tud autóba ülni és ki nem. Úgyhogy ilyen szempontból én ezért érzem fontosnak azt, hogy foglalkozzon az ember a körítéssel, mert hát arra rájöttem, hogy az nem elég, hogy beüljek az autóba és gyors legyek, mert az egy bizonyos szintig érdekel csak embereket. Comes across the line 205.3, 2 seconds quicker on that lap than he was on the previous. Norbert Michaelis is inside, across the line he comes, and he finishes in 15th position. Azt gondolom, hogy másodikot tettünk az első futamban. Nagyon nagy eredmény, úgyhogy telt ház van, 70 ezer ember, nagyon-nagyon örülök ennek. A második futamban megpróbáltunk még jobb eredményt érni, a célegyenes végén nagyobb kockázatot vállaltunk, lekerültünk a poros ívre, ott nem tudtunk befordulni, összetörtük. Fel kellett volna adni a harcot, azt mondták a BMW Motorsport mérnöke, hogy a motort így tönkre tehetjük, ha vállaljuk, mi vállaltuk, és a Norbi megfutott a leggyorsabb kört. Mit kell még enni mondanom? Nem ezt szerettem, főleg a második futamon, de egyszerűen nem tudtam kikerülni a Bernalit, iszonyatosan korábbi végezett. Próbáltam kikerülni, de két kerékkel már a fűben voltam, onnan meg már csak én is utas, úgyhogy nagyon sajnálom, hogy így alakul. Kb. 10-20 év elegendő energiát kaptam ettől a tömegtől. Szomorúság, bányakánya, összetört az autó, ilyen ez a pop szakma. Jelen esetben bármikor lehet, össze fogjuk szerelni az autót, tökéletesebb lesz, mint újkorában, és Brünóban támadunk. Hajrá Norbi, hajrá Denzion Team! Mielis Norbi pipázik 60 évesen a tornácon, maga mellett feleségével, Oma Johannával. Ülök mellette egy karosszékben, nézegetjük az albumokat, azt az évet, mondjuk 2012-t, mikor világbajnok lett. Valószínűleg lesz 2-3 gyerekük közösen, akik, hát remélem nem lesznek autóversenyzők.